legyen veled. És az Istenem. Evangélium Szent Márkot írja. Dicsőség neked, Istenem. Szombat elmúltával a hét első napján két akarokból Mária az anyja, és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt, és íme nagy földrengés támadt. Az Úr angyala leszállt az égből, oda ment, elhengerítette a követ, és ráhagyott. Olyan volt a tekintete, mint a villám, ruhája pedig fehér, mint a hó. Az őrök reszketni kezdtek félelmükben, ekkor megszólalt a konyhal, és ezt mondta az asszonynak: ne féljetek, tudom, hogy a megfeszített Jézus keresitek. Ő nincs itt, mert feltámadt, amint megígértem. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt. És siessetek, mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadt a halottakról, és elültetek meg. Viszont láthatják az Úr, íme én megmondtam nektek. Erre elsértek a sírból, remegve, de nagy örömmel tudottak, hogy megvigyeljük a hírt tanítványoknak. És íme egyszerre csak Jézus jött velük szemben, és megszólította őket: üdv nektek! Ők pedig oda sértek hozzá, levonultak előtte, és áttalolták a lábát. Ekkor Jézus így szól hozzájuk: ne féljetek, siessetek, vigyétek Jézus testvéreinek, hogy menjenek Galileába, mert ott viszont láthatnak engem. Ezek az evangéliumok.